aki esetleg krónikus álmatlanságban szenved, az ma este például nem kell, hogy aggódjon, mert rögtön mutatunk egy programot, hogy hol lehet múlatni az időt, nevezetesen a Falk-Miksa utcában, illetve környékén, mert hogy ma is megrendezik a műgyűjtők éjszakáját, és hogy ez a probléma mit akar, azt fogjuk most megtudni Maklári Kálmántól, aki ezt az egész eseményt szervezi, egyébként galéria tulajdonos, illetve Hász Jánostól, szintén galéria tulajdonos. Üdvözlöm az urakat, jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok! Na szóval miről szól ez a ma este? Hát mi mindig most is arról szól, hogy közösen egy jó pár galéria Falk-Miksa utcában közösen szervez tálatot, amit évfélő hosszabbított nyitva tartással csinálunk, és hát várjuk szeretettel a műgyűjtőket és az érdeklődőket. Ezt hozzátenném, hogy most már jubileumban ülünk, mert 5 éve kezdődött ez a mi gyűjtők éjszakája. 2006-ban indult el először, akkor is 9 galéria vett részt, ahogy most is. És hát mindig sokan jönnek, és nagy sikere van. Az, hogy mindig sokan jönnek, az szóval mindig relatív az, hogy most sokan jönnek. Tehát, hogy mekkora az érdeklődés valójában? A hétköznapi forgalomhoz, látogatottsághoz képest rendkívüli nagy. Aha. Tehát ahhoz képest tömegek. Egyébként pedig hát jó néhány ember jön, akik ott találkoznak, ott beszélnek, meg találkozott, hogy ide-oda benéznek, belátogatnak. Nagy látogatottságot jelent, és ez természetesen a hétköznapi forgalomhoz képest is. Milyen programok lesznek egyébként? Tehát aki nem volt még mondjuk a műgyűjtők éjszakán, de ma este éppen úgy döntene, hogy szeretne részt venni? Hát mindenféleképpen érdemes eljönni, mert ez 3-4 havonta kerül megrendezésre, tehát ilyenkor minden galéria kicsit próbál valami különlegeset csinálni, hogy a saját vevőit, a kliensét becsalogassa, és esetleg a többi galériából is átjönjenek az emberek. Hát szokás szerint a Pintérnél megint kiállítások lesznek, lesz egy Zvonka Smicsics nevezettű szlovén fotográfusnak a kiállítása, lesz egy Tóth Mehér kiállítása a Misszionár galériába, esetleg beszélne a tiétekről egy pár szót? Nagy örömmel. Modern klasszikusok, klasszikus modernek címmel egy nyertesorozat 7. része, ami 20. századi festészet jeles tagjaitól mutat be műveket. Ezen kívül mindig van egy-egy remek mű kiemelés is, most egy Gráber Margit kép lesz ezzel kapcsolatban. És hát Kálmán, azért azt is hozzátenném, hogy nem csak kiállítások lesznek, hanem köztudottan zenés programok is. Most említeném az előbb említett Pintér kollégát, akinél a Grencsó formáció fog jazz koncertet adni. A Ház galériában pedig a szintén 5 éves a Daléria, amelyik már akkor indult, amikor a műgyűjtők éjszakája, és aki akkor kezdte a koncertezést, most fog ő is zenélni az egész este folyamán. Blues dalokat énekel Fekete Jenő. Hát azért egyébként a program maga izgalmasan hangzik. Az önök élete mennyire izgalmas? Tehát ugye annyiszor beszélünk mostanában a válságról. Ez hogyan érintette magát a piacot? Tehát mennyire lehet azt látni, hogy csökken mondjuk az aukciók száma, hogy kevésbé érdeklődnek az ügyfelek? Ha igen, akkor nem tudnak olyan mélyen belenyúlni a zsebeikbe, mint korábban. Ezt hogyan ítélik meg? Az elmúlt 2-3 évben az abszolút érezhető, de hát épp azért van szükség ilyen kiállításokra. Mi is például a mai nap egy Hantai Simon kiállítást nyitott meg, ami Magyarországon, tehát annyira, tehát kereskedelmi szempontból nem érdekes, mert Hantőt sokkal jobban ismerik Franciaországban, tehát hogy az ember eladni akar képeket, tehát mondjuk Franciaországban nagyon-nagyon egyszerű eladni ezeket a képeket, Magyarországon elég drágák, tehát itt nem, de egy ilyen időszakpontról arra, hogy az ember presztízsből csinálni egy ilyen kertest, egy ilyen alkalommal, hogy bemutass egyáltalán magyar közönségnek, működőröknek, hogy miről is szól ennek a művésznek az életpályán, milyen képeket alkotott. De például szemben vagyunk a Baldwin Designban, ott is egy kortárs képzőművészet kiállítása lesz, amely egy interior volt lényegében, és ő is pont ezeken a műgyűjtő éjszakákon egyre több kortárs fiatal festőt mutat be, és elég van sikerrel. Tehát hát megalapozzák, nem? A válság utáni időszakot. Egyrészt, másrészt, ha most nehezebb is az időszak, azért nem szabad feladni, hogy így mondjam, hanem hívni kell az embereket, jöjjenek, nagyobb számban jönnek, akkor azért érdeklődnek talán a szakma és a műfaj iránt, és ha nincs is forgalom, és ez, amikor ilyen sokan jönnek, akkor sem biztos, és nincs rá garancia, hogy van, akkor is jó érzés az, hogy legalább tudja az ember mutatni azokat a dolgokat, amiket igyekszik a galériájában elhelyezni. Hát kívánom, hogy minél többen lássák meg ezeket a dolgokat, amelyeket elhelyeznek a galériájukban, és hogy sikeres legyen a
Program. Köszönöm szépen, hogy Köszönöm elmondtad. szépen, egyébként a www.műgyűjtők-éjszakája.hu-n minden információ megtalálható. Jó, hát akkor tehát www.műgyűjtők-éjszakája.hu. Mindenkit várunk, akinek szeretettel. Kell információ, az nézze, és hány órától? 5 óra. 5 óra, félig, és teljesen ingyenes. Jó, szuper, köszönöm, hogy ezt elmondtad. Köszönöm szépen.